Meg tud bocsátani Karácsony Gergely, amiért Berkecz Balázs titokban hangfelvételt készített, és azt nyilvánosságra is hozta. Az együtt közben etikai vizsgálatot indított, és szabadságra küldte Berkecz Balázst. Az ügyben sem az érintett, sem az együtt nem akart megszólalni. Korábban azt írták, bár Berkecz Balázs készítette a felvételt, ahhoz nincs köze, hogy az megjelent egy névtelen blogon. Mindent meg fogunk tenni az együttben azért, hogy végre európai hely legyen Magyarország, és hogy ilyen karácsonyfagömbök ne kerülhessenek ki közterületre. Néhány napja még a Hoppál Pétert ábrázoló pécsi karácsonyfa díszeket mutogatta videójában Berkecz Balázs. Goebbelsi módszerekről beszélt és személyi kultuszról. Azóta kiderült, hogy az együtt politikusa készítette azt a felvételt, amelyen Karácsony Gergely nem érti, miért hagyta magát rábeszélni a miniszterelnök jelöltségre, mert alapvetően sokkal jobb lett volna, ha el sem kezdi. Itt néhány szót azért ki is kellett pontoznunk. Karácsony egyébként, bár tudta és beleegyezése nélkül vette fel a beszélgetést Berkecz Balázs, mégis elnézést kért a stílusért. Hívását hangpostára irányítjuk. Berkecz Balázs egész nap elérhetetlen volt, a pártvezetők pedig megtiltották neki, hogy nyilatkozzon. Az együtt közleményében azt írta, Berkecz Balázs készítette a felvételt, azonban ahhoz nincs köze, hogy ez megjelent egy névtelen blogon. Igaz, azt elismerte, hogy 10 percig saját Facebook oldalán is kint volt. Az etikai vizsgálat idejére pedig Berkecz Balázs önként felfüggesztette elnökségi tagságát. Karácsony Gergely azt mondta az ATV-nek, sajnálja, hogy kikerült a hangfelvétel. Ennek ellenére megbocsát Berkecz Balázsnak, és elmennek majd kávézni. Igen, valóban én biztos voltam benne, hogy ő volt az, de én ezen a történeten túl vagyok. Én örülök, hogy ő rájött arra, hogy ez nem volt helyes, és a magam részéről meg is tudok bocsájtani, úgyhogy szerintem lépjünk túl ezen a történeten. A híradónk által megkérdezett szakértő szerint ez azért nem olyan egyszerű. Az egy olyan politikusi hiba, egy olyan politikusi felelőtlenség, amelynek alig ha hiszem, hogyha teljes mértékig lezárul a vizsgálat az együttön belül, annak ne az lenne a végeredményben, hogy Berkecz Balázs elhagyja az együttet, vagy el kell hagyni az együttet. Az ügynek akár lehetne jogi következménye is, hiszen valakinek a tudta nélkül készítettek hangfelvételt, ráadásul azt nyilvánosságra is hozták. Ha közszereplő, ha nem közszereplő, akárki mondotta vagy tette azt, amit tett, vele szemben fellépni csak akkor lehet polgárjogi értelemben, hogyha a sértett viszi ezt bírói útra. Mivel Karácsony Gergely megbocsátott, így Berkecz Balázst jogi felelősség nem terheli, csak politikai.